Európai és nemzetközi elfogató parancsot adott ki Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselő ellen a Budapest környéki törvényszék. A politikus Kúria tavaly jogerősen öt év fegyházra ítélte az Európai Unió intézményei elleni kémkedés és más bűncselekmények miatt, de nem vonult be a börtönbe. Az M1 kérdéseire a jobbik egyelőre nem reagált, a párt elnökét széder vacsorán vendégül látó amerikai nagykövetség pedig a magyar nemzettel annyit közölt, nincs konkrét információjuk Kovács Béla ügyével kapcsolatban. Ilyen, ilyen furcsa ez az egész, hogy, hogy végülis mit akarnak tőlem? Miért akarnak engem börtönbe zárni kettőtől nyolc évig? Az Európai Unió intézményei elleni kémkedés, költségvetési csalás és magánokirat hamisítás. Ezekben a bűncselekményekben találta bűnösnek a Kória Kovács Bélet tavaly szeptemberben. A sajtóban csak kgb Bélaként ismert egykori jobbikos politikus ügye akkor már évek óta húzódott. 2014-ben az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentette fel, majd a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat ellene, mert 2012 és 2014 között konspiratív módon rendszeresen találkozott orosz diplomatákkal, akik között kémek is voltak. Van köztük orosz, van köztük. Üzbék van köztük, kazak nagykövetekkel szoktam akár ebédelni, akár vacsorázni. A vádirat szerint a találkozók egyik fő célja volt az unió politikájának gyengítése Oroszország hatalmi érdekeinek megfelelően. Kovács Béla emellett a magyarországi belpolitikai helyzetről és a paksi atomerőmű bővítéséről is adott át információkat orosz hírszerzőknek. Ők kémkednek, én kémkedem, ki, ki mit csinál, hogy én nem, az biztos. Kovács Béla az eljárásban végig tagadta bűnösségét, a sajtókérdései elől azonban rendszeresen elmenekült. Éppen ezért nem véletlen, hogy most nekem mit? Elmegy közben, látjuk. Kovács, ön szerint nem gyanús az, hogy most elmegy? Előfordult, hogy a politikus az ügyében tervezett kihallgatásokon sem jelent meg, amit ő és egykori pártja, a Jobbik is azzal indokolt, hogy a volt képviselő megsérült vagy orvosi vizsgálatokon vesz részt. Kovács Béla jelenleg kórházban van. Csak hogy Kovács Béla a tavalyi jogerősítélet kihirdetése után sem kezdte meg büntetése letöltését, ezért a Budapest környéki törvényszék novemberben magyarországi, most pedig nemzetközi elfogató parancsot adott ki ellene. Kerestük a jobbikot, hogy megkérdezzük, mit gondolnak Kovács Béla nemzetközi körözéséről, és azt is elítélik-e, hogy egykori képviselőjük a jogerős ítélethozatal után sem vonult börtönbe. Kíváncsiak voltunk arra is, tudják-e, hol van Kovács Béla. A pártól azonban adásunkig nem érkezett válasz. Kovács Béla Oroszországnak kémkedett, míg a Jobbik jelenlegi elnöke az oroszok által rendezett krími népszavazást felügyelte. Mindeközben erre hívja fel a figyelmet a magyar nemzet. A portál szerint a botrány pikantériája, hogy Gyöngyösi Márton 2014-ben az oroszok által rendezett referendumon megfigyelőként vett részt, sőt a Krím félsziget orosz annektálását előkészítő népszavazást egyenesen a népek önrendelkezésének diadalaként értékelte. Gyöngyösi Márton 2014. júniusában Moszkvába is ellátogatott, ahol az országgyűlés külügyi bizottságának alelnökeként úgy nyilatkozott: Nem Oroszország, hanem a Nyugat az agresszor Ukrajnában, Moszkva csak az orosz kisebbség védelmére kelt. A magyar nemzet arra is emlékeztet, hogy a jobbik elnöke még ugyanebben az évben a parlamentben nemet mondott Ukrajna uniós társulási szerződésének ratifikálására is. Haza. A most nemzetközi körözés alatt álló Kovács Bélet egykor a soraiban tudó jobbik elnöke ennek ellenére korábbi önmagához képest már az Amerikai nagykövetség plakát illeszkedő kommunikációt erősíti az orosz ukrán háborút illetően, nemrég pedig az Egyesült Államok budapesti nagykövetének Széder vacsoráján is részt vett. Nagykövetekkel szoktam. Akár ebédelni, akár vacsorázni, na de hát most felsoroltam egy néhány országot. Én amerikaival nem szoktam. A Kovács Béla körüli botrányt azonban a magyar nemzet megkeresésére a David Pressman vezette nagykövetség nem kívánta kommentálni. A lappal mindössze annyit közöltek, nincs konkrét információjuk Kovács Béla ügyével kapcsolatban.